Sikerekben gazdag, kellemes, boldog új évet kívánunk minden kedves nézőnek, és annak is, aki nem nézi, csak hallgatja. Bár ilyenre nincs lehetőség, úgyhogy csak nézőknek kívánom ezt. Itt vagyunk egy új helyszínen, egy új évben, és tele vagyunk lehetőségekkel, és tele-tele tervekkel, ötletekkel, és motivációval is. És hát hogyan is lehetne kezdeni az évet, mint egy jó kis sztorizással, illetve kalandok elmesélésével, bemutatásával. Ehhez hívtam segítségül két remek fiatal embert, akik jó barátaim. És itt van kedves Bennő. Sziasztok, köszöntök itt mindenkit az új évben. És Riki barátom. Hello, aki nem Ricsi. Nem Ricsi. Nem, mert Riki. Apukám mert fehér. Mert apukám is megkérdezte, hogy hogy van Ricsi, aztán egyben kijavítottad, de sokszor szoktak Ricsizni? Szerencsére nem, de mindenkinek Henrik segítség, és akkor... Henrik! Henrik! Ötödik. Ja, papa! Ja, papa! Aki tudja, tudja. Rikiről mit kell tudni, mert találkoztak már veled a... egyes nézők, bár ezen a csatornán nagyon keveset láthattak téged. Ki vagy te? Én hát egy izgalmas figura, aki elvileg nem nevetséges, de lehet, hogy de szórakoztatok. De lehet, hogy szórakoztatok. Belül állítja, hogy Riki nem vicces, és hogy minek hívjuk. Nem, azt mondtam, ne hívjuk, mert ki lehet használni bizonyos dolgokra. Mire igen. Szeretnéd kihasználni Ricsit? Azt majd későbbiekben elmondom, az éjjeli csatornán. Hogy telt az új év, mit csinált? Rikivel mi egy helyen voltunk, és majd erről igen, beszélünk is belül. Ezt... hogy telt az új év? Nagyon jó volt, emlékezetes is volt, meg nem is egyben. Egy hatalmasat bulisztunk Gyöngyösön. Gyöngyösön voltunk egy elég... Durandán? Egy elég komoly környék. Hát egy 50 fős buli lehetett. Jó az elején is, aztán végig... Hát igen, hullottak emberek, meg mentek is el. Meddig tartott? Olyan 6 körül fejeztük be. És te meddig voltál fent? Nem feküdtem le végül. Hogy? Sok kávét ittál? Igen. Mert ilyen koffeintartó jégert lehet már kapni a Tesco-ban, aztán beruháztunk pár kartóra. Szereted a jégert amúgy? Hát egy időben elég volt. Ezek a gyógynövényes cuccok régebben jöttek be, de már elég vitamint ittam, szóval. Nekem a jégerről az jut eszembe, hogy egyszer, mikor gimibe keveredtem, és nem is tudtam, mi az a jéger, de akciós volt a egyetlen, hát volt egy nagy kocsma, ahol mindenki tömörült, ez a hídfő, és volt egy ilyen akció, hogy 210 forint, vagy 200 forint volt egy 2 centes. És hát ez volt a legolcsóbb pia a kocsmába, és hát ittunk. Tehát tálcával kértük, amiben volt azt hiszem 20-valahány darab ilyen 2 centes cucc, de annyira finom volt, hogy nem akartunk osztozkodni 3 embernél többen, úgyhogy így 3 megittunk, nem tudom, 2-3 tálcával, az fejenként, aki számod már sok, és ott így meg is szakadt a jégerre való kapcsolatom örökre. Viszont... ezt te kérdezted tőle, vagy én? A jégert, azt te? Segítek, hogy szereti-e. De ez a hídfő említésével mi Gyulán voltunk szilveszterre. Gyulán, és... folytas. Vannak videóim, mert Rikinek gondjaiakat a memóriájával, rövid távú memóriás problémái vannak nyilván, és te meg, hát neked elküldtem, de ezek szerint neked. Nem emlékszem sajnos. Vannak jó sztorik, és erre akarok kiukadni a mai videónkban, hogy sztorizgassunk, és meséljetek olyan szilveszteri történeteket, amik szerintetek rendkívüliek és viccesek lehetnek, de előtte szerintem megmutatjuk a 2021-es szilveszter, hogy ott kezdődik a sztori, hogy... de várj, én mindig úgy kezdjük el, hogy Benni hívja egy vendéget, egy visszafogott, teljesen semmi nem balhés gyerek, és szeretnénk együtt szilveszterezni. Ez te voltál ez az a visszafogott? Így vezettem fel a házi buli vezetőjének, hogy nyugodt gyerek, nem fog sok vizet zavarni. Igen, mások is megerősítették, jó, jöhet. Hát nem volt ilyen az. Kedves Tarzonnak állítottad be? Igen, hát nem volt az. Sokak meglepetésére, főleg az enyémre. Szeretném kezdeni az első videóval, amit... szóval ő a visszafogott barátom. Az éget! Az éget! Nem perzselt oda egy kicsit? Bár, nem fájdalom? Ne, ez még annyira nem. Jó, várja! Oké, tehát hogy... az ember tanul az ilyen hibájából, és azért nem az csinál. Elsőt megcsinálja, akkor vagy nem csinál másodikat, vagy akkor
próbálja fejleszteni a következőt, úgyhogy... Igen, az utóbbi történt, úgyhogy tovább ezt tökéletesre fejlesztettük. És ez a lábad közé volt bedugva, vagy oda ez, lyukba? Ezt meghagyom a mindenkinek a fantáziájára. Szerintem a lyukba Na volt. De utána, hát nyilván egyértelműen magánterületen csináltuk a második részét. De sikerült. A betyárja. Mennyire a tökéletes volt! Ez egy kapitulátus volt. De várj! És utána, tehát ennek hatására abba kéne hagyni. Tehát volt egy rossz, meg volt egy jó. És a csúcson kéne abba hagyni. De több jónak gondolja. Kell lennie, nem? Hát, tehát gondolom, még próbálkoztatok. Hát, nem, ez eddig kettő volt. Ez kettő volt, és mikor szilveszter volt, és még családdal töltöttük, akkor ugye mindig apa vett egy ilyen telepet. Tudod, ami így amit leraksz a földre, meggyújtasz, és elfutsz a legmesszebb Na hát pontra. Mindig, mikor apa lerakta a kertbe, mi a másik végbe el kellett szaradjunk, hogy a biztonsági okokból nehogy ránk robbanjon, meg bármi történjen. Hát Riki... De ennek nem az égbe kellett volna feldurrani? Nem, ez egy ilyen volt, hogy lerakod, és akkor ott egy helybe dirdur. Ja. Kinek jut eszébe oda menni, eldönteni a lábával, aztán kézzel felállítani, miközben már megy? Egy visszafogott ismerősömnek, akit hozok szilveszterre. Ezt akartam oda, egy visszafogott, csendes, nem sok vizet. De nem akartam senkinek se, hogy kárt tegyem bármivel. Jó, azért először felrúgta, aztán látta, hogy ez nem jó ötlet, és kézzel felállított, és szemellőtte vágott. Szóval elsősorban is nem támogatom a tűzi játékozást, mert szegény kiskutyusok. És cicusok, vagy nem tudom. Igen. Nem tudom, hogy hallják-e, vagy szeretik-e. Szóval elsősorban indokolatlan ez a tűzijátékos. Jó pofa, de nem annyira jó dolog. Másik dolog, ne csináljátok ezt. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ne legyen Riki. Ne. Ez profi kaszkadőr által bemutatott jeleneteket láthattatok. Igen. És vigyázzatok a szemetekre, mert minden egy van, kettő. Ja, és ha véletlenül bárki használna ilyen tűzijátékot, akkor védőfelszerelést van, előtte vegyétek fel, ne utána. Itt szomorú, mert most vett észre, hogy van amúgy védőszemüveg. És ezért... Úgyhogy hát ez a mi szilveszterünk volt. Benő, milyen sztorik vannak? Tuti, van egy meghatározó, vagy egy emlékezetes szilveszteri sztorid? Hát elég sok történt, de Ami vállalható az talán az volt, hogy a haverunkat beraktuk egy bevásárlókocsiba, és legurítottuk a lejtőn. De az a baj, így utólag az is rosszul elsülhetett volna, tehát akkor vicces volt, már be voltunk rúgva, meg ittunk azért rendesen, de még hatalmasat burult, de most elesik, kitöri, vagy valami. Nem éri meg. Nem. De akkor nincs olyan, ami mai napig így emlékeztek, vagy így megbeszéltek, hogy hú, az nagy állatság volt ezen kívül. Ez állatot tényleg nem, nincs vállalható. De... Nincs. Ahogy ezek a jók. Kamerát is. Igen. Tehát nem bulizol. De, bulizok, csak az ilyenekre tényleg vigyázok. Aha. Hát, ja, az... mi is azért, ez is olyan volt, de érted most... Ebből mit, jó, a tele feldöntés az nem volt egy jó, de utána megajándékoztuk egy kis római fákjával, még Rikit ott lövöldöztük a kertre. Aztán kiderült, én azt nem is tudtam, hogy van a ház, és a háznak, a teleknek a hátsó része a nagymama lakott. És azt tudtuk, hogy ez egy elhagyatott ház, és azt lövöldöztük. Szóltak ránk, hogy ott lakik a mamám. Baszkik, oda be kijön, nézi a tüzet. Szegényt ott lövöldözzük. Vagy csak berepül az ablakba, vagy bármi. Úristen, milyen videó van, még azt nem is láttad benne, mert szerintem azt elküldtem, vagy láttad? Az. Ezt leszette a TikTok, de annyira örülök, hogy lementett. Ez nagyon komoly. De én megkaptam mástól is. Bazd meg, mi erre az esély? De tudod, csak szilveszterkor nézed nyugodtan a himnuszt, és... és meglep egy ilyen. Fú, nagyon komoly. Hát viszont képzeljétek el, hogy a szerkesztő úrunk válogatott össze nekünk jó videókat, amiket még én sem láttam. Szilveszteri dolgokra? Azt nem tudom. Szilveszteri dolgokra? Nem. Na és a lényege az, a szerkesztő úr fogja figyelni az arcokat, és aki elneveti magát,
bármelyiknél, vagy valamilyen mosoly csal az arcára, az ugye kap egy pontot. És akinek a legtöbb pontja lesz, az hát egy büntetésbe fog részesülni a videó végén. Tűzijáték a valokba? Az ajándék. Az ajándék. Az ajándék. Az egy győztesnek lesz. Nem, sőt. Ja, nem szabadnám. Nem durrant föl? Hát egy ilyen kis lájtosan, de ez egy tipikus. De erre mondom, inkább maradtam volna ott. Ez jó volt végül. Ez primitív, az a még nem találtam ilyen jégkapot, pedig olyan jól az. Ez a borzapálca, ugye? Apukám ezzel foglalkozik. Ez akár apu, hogy... Ez Ricky, mi a sok petárda nézd? Az egy tűzi játék. Ugyanígy csinál. Nem. Kurva vajon. Így. Nem kutyatápot teszik ez a majom. Hogy megüti látkod? Az ilyen gondolom. When the neighbors won a battle, so we hit them with a Gaga 5000. Asztalat. Lendúr rende. Hogy beindultak a riasztó? Ez beküldeni. Következő challenge. Következő challenge. Than the size of your fist. Great. Guess I'm going on a diet. A meal larger than the size of... You have these colors. C'est la première fois que le président de la République se déplace en Polynésie française. Emmanuel Macron est arrivé ce dimanche. Ez a turbó, nem? Ne! Egy lépcsőre rá lett kötve. Aztán. Ezt majd... Akarok... Fel akarom pimpelni majd a pólót. Tavasszal. Nagyon keményre. És akkor egy kacsát is belerakunk? Hát valamilyen izével is fel kell dobni. Majd. Kis kifurrad a kipufogót. Kéne nekünk egy céges autó. Ja, egy céges autó. Így, és azzal turnéznánk. Mi az mondjuk nem lenne rossz. Mekkora testvétka! Ezt megnézzük még egyszer, ez komoly volt. Ebben nem néznék bele. De azt hitt, hogy betörő? Ne, majdnem hamarabb kezdett most... énekelni, mint bejött a szülinapos. És azért adott, kapott. Igen. Ja, én valamiért azt hittem, hogy belépett a szülinapos, nem tudták, hogy ott vannak, és ezért a szülinapos megpofozta. Pont fordító volt, hogy olyan jött be, aki nem is a születésnapos volt, csak elkezdett énekelni. És úgy, hogy nem volt benne a szülinapos,
Úgyhogy... Lelőtte volna a poént. Kus legyen. Biztos ez történt? Ez. Van ilyen challenge, hogy le kell tolni. One small man, one big gun. Let's do it, baby. Nem kamu, ez nem kamu, hogy izé valaki hátra húzza? Nem, például láttuk egy másik videóban is. De nem törik el ilyenkor a kulcsontja? Ne, hát azt szerintem kicsit valaki meghúzza a lábát. Nincs benne a fegyver. Hogyha ennyire hátra lökne egy fegyver, szerintem eltörne ott a kulcsontod vagy valami. Lőttetek már ilyen normális nagy kaliber? AK-val lőttem meg egy revolverrel. De azt nem ide tetted be a vállövetbe. Az AK-t? Igen. És az oda baszt. Ja, azt hittem úgy, mint lentről, ja, mint a filmekben. Nem. Hát akkor az oda, tudod, hogy oda ver. Ja. Hát, sniperrel lőni, az meg az nagyon komoly lehet. Na, majd egyszer. Ha meg lesz a céges autó, elmegyünk lőni. A céges sniper. Ne. Jaj, hát lemaradtam róla. Lemaradtam, de... Hát... Ez egy urna. Menő, te erre képes vagy? Igen. Hello, papa. Hello, papa. Tehát ez egy 10 órás videó, vagy 24? A Family Maker Marci végignézett egy ilyet, vagy egy 12 órásat, vagy 24-et, most nem tudom már pontosan. De szerintem 12. De csak nézte? Csak nézte, ez ment. Amit most láthatok, ez loopol, megy 12 órán keresztül, vagy 24, és végignézte. Van egy videó, a 10 Hours of Nothing, ezt láttátok? Nem. Majd megnézzük. Fekete képernyő? Így fekete képernyő 10 órán keresztül. Ja. És 4, valahány millióan megtekintették. Akkor is benőveztet. De miért én? Én ebben nem fogok beleegyezni. Ez nem kérdés. Szerintem te többet ez nevettél. Eldölt. Összességében úgy határoztuk meg, hogy kikaptál. Szerintem nagyon rosszul hallottál. Demokrácia, úgyhogy... Igen, szavazzunk. Ez nem, ez teljesen elnyomás. Hát. Demokrácia. Én rád szavazok. Bedaráltam. Légy cízé, pártolját velem a... Cofos. Azt tudni kell, hogy ők ismerték egymást, mert majdnem egy hónapja, de benne még mindig nem tudta Riki nevét. Mindig coffosnak hívta. Hát igazából az volt a legjellemzőbb rá, meg szerintem... Én nem mondom, meg... hogy mivel jellemeztem volna inkább Benőt, úgyhogy nekem muszáj volt megtanulnom a nevét. Te biztos a szemöldökömet csúfoltad volna neki. Igen. Én ezt nem csúfolásként mondtam. Én nem. Csúfolás? Ne csúfolódjatok, ti se, és mehet a bünti. Én ezt egy... Nagyon kedves úriembertől vásároltam, és tudni kell róla, hogy ezek nagyon erős csilik. A lényeg az, hogy... Melyiket? Van itt két fajta, de mi úgy fogunk szolidarítani veled, hogy még az egyik piros. Ebből gondoltad, melyik a erősebb, és melyik nem. A piros? Tehát mindenki a kettő jár, neked két sárga, nekünk meg egy piros, egy sárga. Hű, de akkor én választhatom, melyik sárga. Nem. Hát figyelj, a két piros melletti az a két sárga az a jó, választhatsz, viszont annyi, hogy eldöntheted, hogy egyszerre kapod be a két kettőt, vagy egy... Ez szerintem jobb lesz egyszerre. Jó, és az fog... Ne! De már is! És az fog kikapni, aki először nyúl tejért. Akkor én várok egy picit. Ne, vedd be. Nem egyszerre kéne, de... Úristenget. Jó, mi? Azt tudni kell erről, hogy ez nem a legerősebb. Ez vagy a harmadik, vagy a második legerősebb viszont.
a palettából. Jó. Húha. Hány fokos? Nem fog segíteni. Nem fog segíteni. Jó, utána egy picit. Benő, voltál nyaralni? Megjött a színed egy picit. Gyors WC színet is lesz szerintem. Maradjanak velünk. A reklám után folytatjuk. Egészségedre. Ez a külön volt, így nem volt. Nem. Vagy őszintén még megfingaszott rendesen. Közvetítsük, hogy a Benő éppen innen, szenved. Innen a stúdióban azt látjuk, hogy valaki nagyon gyenge. És ahogy látom, egyre gyenge. És amíg ez tényleg... Benő egy rohadék. Erősek közé. Annyira. Nem, de ez így most pont élvezhető volt egybe. Hupla olyan erős a másik. Az első? Aha. Van valami kenyered, meg ilyenek? Az a baj, hogy semmi nem segít rajta, próbáltuk már. Éppen... Megsirattál valami? Mi a probléma? Szerintem ebből a chiliből lesz még challenge. Vagy végigpróbáljuk a palettát, vagy ilyen csirkékkel, vagy nem, meg kell bolondítani. Az utóbbi időben nagyon megszerettem a chilit, de nem bírod? Nem lesz föl vagyok el. Fáj, szó szerint fáj. De lehet, hogy abból kevesebbet kell majd. Majd a Benny vagy én veszitek. Hozd a joghurtot, ülj le. Veheted azt. Gyere, ülj le. Majdnem odahánytam. Akartam mondani, hogy Benő elfutott jobbra. Rikire ilyen csuklásról jött először. Csak nem akartam mondani, már próbáltuk. De azt tudni kell, hogy szerintem arra rájöttek a nézők is, meg eddig is láthatták, hogy te nem játszod meg magad, erős volt? Kurvára. Én még nem ettem ilyen csipős. Nagyon erős volt, én még nem ettem ilyen csipőset. Akkor majd még lesz ilyen. Ez jó volt. Na jó, vagy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Visszaváró vendég. Én is köszönöm. Kiköszönjél ezt a maradékot neked, ha ajánljuk. Visszaváró vendégként várlak majd titeket. Legközelebb annak bekenjük a likát ezzel. Ilyen nem fog előfordulni. Ilyen szebben teljen az új évetek, és köszönjük szépen a figyelmet. Úgy de rusnya. Meg ott az a kutya is. Nem? Nem, ő egy nagyon szép... Ő egy szép kutya, csak szép kutya. Tűzbalesetben sajnos megégett. Igen. Tanúvédelmi programban van az FBI-nál. Hello, bello! Peace! Isten, de idióta! Folyik a nyálad még!